Azért hívtam ide a sajtó jelenlévő képviselőit, mert az egész belvárosban, és itt ezen a részen különösen sok olyan idős lakos él, aki jóval elmúlt 65 éves, egyedülálló, orvosi segítségnyújtásra szorul, és ezért már elég régen az önkormányzaton, a korábbi időkben is létrehoztunk egy egyesített intézményes szociális rendszert, és ez a rendszer működtet egy olyan jelzőrendszert, amely praktikusan egy karperecet jelent, és ennek a karperecet fölveszi a ellátott, vagy a lakásában tartja, és ha bármilyen problémája van, akkor azonnal jelez ez a rendszer. Ezt a rendszert az önkormányzat pénzéből üzemelteti az önkormányzat mindig is. Ez a rendszer egy működtetésére egy önkormányzati cég került létrehozásra, és ez a rendszer teljes mértékben közpénzből működik. Az elmúlt 3 évben az volt a szokás, hogy a önkormányzati cégnél dolgozó gondozók hozták el a húsvéti karácsonyi ajándékokat a rendszer ellátottjainak, de most nem ez történt. Most az történt, hogy vasárnap ennek a körzetnek a képviselője megjelent az egyik ellátott idős hölgynél. Előtte bejelentkezett telefonon, hogy ő hozná ki a csomagot a szokásos, nem szokásos módon, hisz korábban mindig a gondozó hozta ki a csomagot. Ezáltal bejutott a lakásba ennek ürügyén. Ott a rezsicsökkentésre terelte a szót. A rezsicsökkentés mellett érvelve megkérte az idős hölgyet, hogy írja alá a magával elhozott aláíró ívet, amely egy több oldalas lista volt, és azokat az adatokat tartalmazta, akik ezen a környéken, ebben az önkormányzati képviselőnek a körzetében ezt az ellátást kapják. Az idős hölgy nem írta alá ezt a listát. Egyrészt azzal indokolta, hogy ő neki havonta 198 forintot jelent a rezsicsökkentés, és egy évi alig 2500 forintért nem hajlandó egy ilyen listát aláírni, másrészt pedig nem számította arra, hogy ő neki ebben a kérdésben kell dönteni, ő arra számított, hogy a gondozó elhozza a csomagot. Mi is volt a csomagban? A csomagban volt fél kiló sonka, egy kis üveg torma, néhány szám csokoládébonbon, és Rogán Antal polgármester úr áldásos húsvéti üdvözlete. Ezt követően az önkormányzati képviselő továbbra is kérte az idős hölgyet, hogy írja alá, de az nem írta alá, és az idős hölgy is, és mások is megkeresésre kerültek. Természetesen voltak, akik aláírták, és voltak, akik nem. Ez volt az a elég kezelhetetlen és méltatlan helyzet, ami vasárnap, múlt hét vasárnap 24-én kialakult. Csak halkan jegyzem meg, vagy talán annyira nem is fontos, de jól mutatja a Fidesz módszereit, hogy 24-én még a lakáson belüli gyűjtés az nem volt legális, hisz a parlamentbe a következő hétfőn nyújtották be ezt a törvényt, javaslatot két önkormányzati képviselő, de ez most nem is annyira fontos, inkább az a fontos, hogy nézzük meg a következtetéseket. Először is rendkívül méltatlan ez az eljárás azokkal az idős emberekkel szemben, akik rászorulnak erre az ellátásra. Mind ezt a jelzőrendszert, mind a húsvéti csomagot, mint minden más ellátást közpénzből finanszíroz az 5. kerületi önkormányzat és Rogán Antal polgármester, és ezt a helyzetet arra használták ki, hogy kifejezetten a Fidesz politikai céljai mellett közpénzből finanszírozzanak itt a belvárosba egy Fidesz politikai kampányt.
Végül pedig, miután ez egy beszélgetés keretében volt, így a szokásos negatív Kubatov listát is összetudták állítani, hisz az idős hölgy nem rejtette véka alá a véleményét, ebből megállapítható volt, hogy ő nem szereti, nem támogatja a Fidesz helyi és országos politikáit, tehát tudni lehetett az ő politikai irányultságát, hisz ő azért engedte be a lakásába ezt a képviselőasszonyt, mert arra számított, hogy a szokásos húsvéti csomagot kapja meg, nem arra számított, hogy egy politikai, fideszes politikai akció keretében őnek itt most egyrészt politikai véleményt kell mondani, másrészt pedig alá kell írni egy olyan ívet, amelyen a Fidesz az utcákon, a tereken és mindenhol kampányol. Ez elfogadhatatlan, olyan módszer, amely nem szabad megengedni. Nagyon remélem, hogy Rogán Antal polgármester úr bocsánatot fog kérni az érintett idősektől, és meg fogja szüntetni azt a tevékenységet, amit képviselői csinálnak, hisz tudomásunk szerint máshol is ugyanebben a rendszerben működtek a 5. önkormányzat fideszes képviselői, és ezen a környéken is több ilyen esetet tudunk. Természetesen mindent tudunk bizonyítani, de azt is meg kell fogalmaznom, hogy azok az idős hölgyek és ellátottak, elmondták, hogy félnek. Félnek attól, hogyha nyilvánosságra kerül a nevük, hogyha elmondják nekünk, hogy mi történt, akkor azok a közpénzből finanszírozott önkormányzati ellátások megszűnnek, amelyek segítik az ők életét. Azt gondolom, hogy ennél már nincsen lejjebb, hogy az idősek bizalmával visszaélnek, és közpénzen egy fideszes politikai akciót próbálnak megvalósítani az idősek otthonaiba.